Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az agrárminiszter úrhoz. Mi lesz a kormány elszabotált demográfiai földprogramjából címmel? Novák Előd képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, demográfiai földprogramot szorgalmaz a Mi Hazánk mozgalom, az ez iránt fogékony fiatal párok földhöz juttatása érdekében. Miután ezt hiába hirdette meg a kormány, nemzeti vidékstratégia 2012-2020 című programjában semmi sem valósult meg belőle, sőt, egy kitűnő javaslatot előterjesztő dr. Ángyán József államtitkárt is lemondatták. Hogy ő azután beállt a balliberálisok közé, az legyen az ő szégyenük, egy kitűnő program elmaradása viszont a kormány felelőssége. Ezért mi kell most újraélesszük-e demográfiai földprogramot a 24. órában, hiszen vidéken különösen aggasztó a cigányság népesség robbanása, miközben a dolgos magyarságnak nem nyújt életteret a kormány. A Magyar Vidék Alkotmánya alcímű, a kormányprogram részét képező dokumentumot hivatalosan nem helyezték hatályon kívül, de a kormány.hu oldalról csendben eltávolították, sőt maga a vidékstratégia.kormány.hu oldal sem létezik már, és a más néven fiatal gazda életpálya modell helyett a rendelkezésre álló földalapok jelentős hányadát kiárusította az Orbán kormány saját klientúrájának. A magyar demográfiai mutatók rendkívül aggasztóak. Idézem az elszabotált nemzeti vidékstratégiából az önök frappáns mondatait. Ha hazánkban a jelenlegi kedvezőtlen demográfiai tendenciák folytatódnak, az ország lakossága 2050-re 7-8 millió főre csökken. Az országon belül különösen kritikus a vidéki térségek demográfiai helyzete. A vidéki térségekben a népesség rövid időn belül előregszik. A kedvezőtlen folyamatok eredményeként a jelenlegi gazdatársadalomnak nem lesz megfelelő utánpótlása, és az inaktív rétegek aránya rendkívüli terheket ró az aktív rétegekre. Ezért a vidék számára kulcskérdés, hogy helyben legyenek olyan fiatalok, akik a vidéki élet mellett a gazdálkodást választják, és megfelelő számban vállalnak gyermekeket. Így legyen, bár így lett volna, de önök ezt elszabotálták. Hozzáteszem, egyes térségek kiürüléssel, illetve súlyos munkanélküliséggel járó szociális gettókká válással fenyegetnek. A gazdálkodásból élők átlag életkora is folyamatosan emelkedik, és ha nincs utánpótlás, a hazai élelmiszer termelés is végleg kicsúszhat a kezünkből, ami az egész társadalom élelmezési és élelmiszer biztonságát is végveszélybe sodorhatja. Ma már világosan látszik, hogy ezeket a földeket az Orbán kormány nem a fiataloknak, hanem az Ángyán József lemondását követően nem sokára megindult feudális, hűbéri, birtokadományozó, állami földbirtoki, földbérleti, majd földprivatizációs programok keretében a kormány saját holdudvarának szánta, így esélyesen volt a demográfiai földprogram elindításának, melyet viszont a Mi Hazánk mozgalom újra szeretne a politikai napirend részévé tenni a 24. órában. Hajlandó-e tehát a kormány ismét a programjuk részévé tenni ezt? Köszönöm szépen. Köszönöm, Novák Előd képviselő. A válaszadásra megadom a szót Farkas Sándor államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. Előjáróban hangsúlyozni kell, hogy meglehetősen furcsa egy 2010 előtti állapotokat leíró és azokra reflektáló több mint 10 éves anyagot, mint helytálló analízist használni 2022-ben. Ennek köszönhetően megítélésem szerint rossz a megközelítése a felvetésnek. 2010 utáni kormányok legfontosabb társadalom és gazdaságpolitikai céljai közé tartozik a vidéki területek demográfiai folyamatainak kedvezőbb irányba fordítása és a vidéki gazdaság megerősítése. Ehhez komplex szakpolitikai intézkedések járultak hozzá, amelyek közül a teljesség igénye nélkül kiemelném az uniós összehasonlításban is kiemelkedő családtámogatási rendszert, ezen belül is a falusi csokot, a vidéki infrastruktúra fejlesztést, a bölcsöde, óvoda és iskola fejlesztést, vagy éppen a vidéki vállalkozások támogatását.
Az agrárpolitikára térve fontos megemlíteni, hogy az agrártámogatások termelés és jövedelembiztonságot nyújtanak a gazdálkodók számára, ösztönzik a hatékonyságot és a versenyképesség növelő beruházásaikat, valamint a fiatal gazdálkodók célzott támogatásán keresztül közvetlenül is elősegítik a generációs megújulást, a fiatalok gazdálkodóvá válását. A kormány gazdaság, társadalom és agrárpolitikájának sikerét jelzi, hogy kedvező fordulat figyelhető meg a vidéki demográfia és munkaerőpiaci folyamatokban. A vidéken élők lehetőségének bővülését eredményezi, hogy évtizedes távlatban európai uniós összehasonlításban is kiemelkedő mértékben emelkedett a vidéki területeken a foglalkoztatási ráta, és csökkent a munkanélküliség. Az Eurostat adatai szerint a foglalkozási ráta a vidéki területeken 2010 és 2020 között 50-ről 66%-ra emelkedett, ami a legjobb eredmény az egész EU-ban. Ugyanebben az időszakban a munkanélküliség ráta 14,3%-ról 5,7%-ra csökkent. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki területekről való elvándorlás 2020-ra trendforduló következett be. Míg a vidéki területek 1000 lakosra jutó migrációs rátája 2010-ben mínusz 4,19% volt, az egyik legkedvezőtlenebb érték az Európai Unióban, a mutató 2020-ra többletbe fordult, majdnem 1%-ra. Szintén a vidéki társadalom gyarapodását jelzi, hogy a születési arány 2010 és 20 között 8,5-ről 9,8-ra emelkedett, amely a legnagyobb javulás az egész EU-ban. A mezőgazdaság területén az elmúlt évtizedben óriási erőfeszítések történtek a generációváltás elősegítése érdekében. Megszületett két meghatározó törvényi szabályozás, mind a családi gazdaságok átadásáról szóló törvény és a családi gazdaságok kedvező adózásáról szóló törvény. Tisztelt képviselő úr, meg kell említeni, hogy a termelői generációváltást, illetve a gazdálkodni szándékozók fiatalok elindulását a támogatáspolitika eszközével is hatékonyan lehet segíteni. Magyarország kormányának döntés alapján 2027-ig mintegy 4265 milliárd forintot fordítunk a vidék, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére, ezen belül a fiatal gazdák is részesülnek ezekből a támogatásokból. A termelői generációváltás ösztönzésére szolgáló intézkedéseket a vidékfejlesztési program külön alapprogramban foglalta össze 2010 után, amely alapján a különböző beruházásokat támogató pályázati felhívásokban az alaptámogatási intenzitáson felül 10% ponttal növelt támogatásra jogosultak a fiatal gazdák, több 10 milliárd forint fejlesztési forrás juttatva el számukra. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Köszönöm, Farkas Sándor államtitkár úr. Kérdezem Novák előtt képviselő urat, elfogadja az államtitkári választ. Államtitkár úr sok mindenről beszélt, csak arról nem, amit kérdeztem. Kétségkívül vannak megsüvegelendő teljesítményei a kormánynak, akár a mezőgazdaság terén is, de az elszabotált demográfiai földprogramról kérdeztem, melynek a Nemzeti Vidékstratégia 2012-től 2020-ig tartó címe is mutatja, hogy ez már végre kellett volna hajtani. Ehhez képest erről most sajnos nem hallottunk, pedig a tervezett program lényege az lett volna, hogy 25 és 50 év közötti földbérleti jogot és a gazdálkodás beindításához szükséges képzést, hiteleket, piacra jutási támogatás és egyéb kedvezményeket adnak azoknak a fiatal pároknak, családoknak, amelyek vállalják, hogy vidéken letelepednek, vagy ott maradnak, két vagy több gyermeket világra hoznak, tisztességgel felnevelnek, és életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A precízen leírt demográfiai földprogramból semmi sem valósult meg, ezért a választást sajnos nem tudom elfogadni.